השיעור מבוסס על סדרת ספרי זוהר לעם החדשה. ניתן להוריד את הספרים באתר קבלה לעם או להזמינם בטלפון 1-700-509-209. תהת זוהר. Tehát mi a Zohár mindenkinek című könyvbe fogunk olvasni, először a bevezetést a Zohárból. Tehát a világ nemzeteinek bölcsessége között sincs olyan, ami hozzád lenne hasonló. A 166-os sportban vagyunk, és mondják, hogy honnan fogjuk folytatni, ezt még nem teljesen találtam meg. Kérdéseket küldenek abban a tévén keresztül, és a kiválasztott kérdések fel lesznek olvasva a lecke során. És abból a helyből, hogy valakik azt gondolják, hogy ők a teremtőért dolgoztak, és akkor nem volt ítélet, és nem volt ítélő, és ilyen módon még nem tárult fel, hogy kizárólag a teremtő tudja az egészet visszatenni, és ez lehet, így derül ki, hogy te vagy a nemzetek királya, kezdetektől a legvégéig. Ez azt jelenti, hogy a korrekció után világossá fog válni, hogy minden törés, mondja Rav, amiről mi azt gondoltuk, hogy törés, az gyakorlatilag csak a mi minőségünkben történik. Tehát semmi nem törött, úgy tűnik, hogy törött lenne kívülről. És ez valóban a mi belső világunknak a másolata, ahogy mi odálltunk. Tehát a belül vagy mi vagyunk töröttek, kívülről ez nem törött. Ezáltal nyilván válik, hogy te vagy a nemzetek királya kezdetén a legvégéig, mivel te uralkodtál veletünk, és kényszerítettél őket arra, hogy mindig akaradodat teljesítsék, mint egy király szolgái felett. És most a te magasztosságot félelme megjelent az összes nemzetekben, és írva van, ki ne félne téged, ó nemzetek királya. Tehát nyilván ugyanarról a vágyról van szó, ami eddig törött volt, most pedig korrigált lesz. És az összes nemzetek bölcseik között a feléjük kirejelt uralkodókra és miniszterekre utal. Ezek közül Afiron és Kastimon jelöltjei a földön, valamint Aza és Azael, akiktől a nemzetek bölcsei szerzik bölcsességüket és zaklatják általuk Izraelt. Írva van az összes királyságaimban. Tehát négy uralkodó királyság létezik felül. A teremtő akarata által ők uralkodnak az összes nemzetek felett. Ez a négy királyság van jelképezve Nebukadnezer képmásában, a Celemben. Egy. A feje finom aranyból készült, a mellkasa és a karjai ezüstből készültek, a hasa és a combjai bronzból készülnek, a lábszárai részben vasból, és részben pedig agyagból készültek. Mindezek a Huptum, a részaklipának uralva a világ mind a 70 nemzetét. És mégis, egy sem létezik köztük, aki akár a legapróbb dolgot is maga végezné, hanem csak is úgy, ahogy te utasítottad őket, teremtőm. Regvégül fel lesz fedve, hogy az összes rabszolgaságon és csapásokon keresztül, melyek által ők eltávolították Izrael apjuktól a mennyekben, ők csak is lojális szolgák voltak, akik közelebb vitték Izraelt az atyához a mennyekben, olyan módon, hogy semmit sem cselekedtek anélkül, hogy te ne utasítottad volna őket erre. Írva van erről, és ő saját akarátának megfelelően cselekszik a mennyek seregeiben és a föld lakosai között. Más szóval, hogy minket a teljes hithez juttassanak, hogy meglegyünk jutalmazva az ő teljes kegyelmével, vagy írva van. Ő emlékezett az ő kegyelmére, és az ő hűségére Izrael háza számára, és a föld összes oldala látta a mi Istenünk üdvözítését. Akkor a kép más össze lesz majd törve, hogy írva van. Te láttad, hogy a kő ki lett vágva, kezek nélkül, és lecsapott a képásra annak vas és agyag lábaira, és összezúzta őket.
akkor a vas és az agyag, a bronz és az arany fel lett őrölve, össze lett zúzva, és olyanná vált, mint a pejva a nyári pajtából. A szél elvitte őket, és te sehol sem találod azokat. És a kő, amely lecsapott a képmásra, egy hatalmas heggyé vált, megtöltve az egész földet. A szent hit úgy van nevezve, hogy egy kő, mely kéz nélkül van tartva. Miután ő emlékszik kegyelmére és hűségére, a kő magától van kivágva, nem a kezek által, és nem található hely számukra, hogy az írva van, a föld összes oldala látta a mi Istenünk üdvözítését. És a kő egy hatalmas heggyé vált, megtöltve az egész földet, ahogy az írva van, a teljes föld megtelik majd az Úr ismeretével, ahogy a víz megtölti a tengert. A nemzetek összes bölcsei és összes királyságaik, a seregek és táborok felül. És bár ők meglettek bízva a világ dolgainak irányításával, és úgy utasította mindegyiket saját munkájának elvégzésére, ki az, aki képes cselekedni? Egyikük sem képes erre úgy, mint te, Uram. Mindez azért van, mivel te a saját értékedbe vagy beleírva, és bele vagy írva a tőlük származó összes cselekedetbe. És ez a jelentése annak, hogy senki nincs hozzád fogható, Urunk. Ki a rejtett szent felül és alul, ki az, aki úgy cselekszik és létezik, majd, mint te, aki hasonló hozzád és a szent király összes cselekedetében a mennyekben és a földön. Az ő királyságban, hogy írva van, és a föld formátlan és üres volt. Rabbi Simon azt mondta a barátoknak, fiaim, ezen az esküvőn mindegyik őtök feldíszíti majd a mennyasszonyt egy díszszel. Ő azt mondta Rabbi Elazárnak, fiának, Elazár, adj egy ajándékot a mennyasszonynak, mivel a következő napon, amikor a Zairampin belép a hupába, ő rátekint majd a dalokra és az áldásokra, melyeket a palota tagjai adtak át a mennyasszonynak, arra az alkalomra, amikor a mennyasszony ő előtte áll. Kérdések, mondja Rav. Ray Rashakerből kérdezi, Floydából. Ha csak mi valóságérzésnek van korrigálása része, akkor mi az a móda, hogy a Zohárt olvasnunk kell, hogy elérjük ezt a változást a valóságérzékelésünkben? Tehát én el akarom érni itt és most a korrekciónak egyfajta szintjét. Nekem meg kell szerveznem egy helyet, amely helyen a korrekció meg tud történni. Meg tud történni, ez fontos, ismerted a rab. És ez az a hely, ami a kapcsolat köztem és a többiek között, és ennek világossá kell válnia. Tehát magamat meg kell ragadnom, és a többiekhez kell kapcsolnom. És folyamatosan meg kell próbálnom egy bizonyos viszonyt megszervezni köztünk,
ami a kísérleteimen túl lehetővé teszi, hogy lássam, hogy mire van pontosan szükségem annak érdekében, hogy ezt meg tudjam tenni. Tehát amikor én próbálkozom a helyes cselekedetekkel, ezen keresztül felfedezhetem, hogy én még mindig nem vagyunk a helyes cselekedetben, és ez az a hely, ahol a korrekció meg tud történni, értitek? Tehát ez nagyon fontos, hogy ezt értsétek. Tehát nekem van néhány része a tárgynak, amivel foglalkozom. Nekem bizonyos dolgokat össze kell gyűjtenem, ami nem működik. És azáltal, hogy megkísérlem a dolgokat, én elkezdem tudni látni, hogy mindezeket hogy kellene korrigálni. És hogy milyen módon tudom ezt megtenni, és nyilván ezeken keresztül a vágyakat össze kell raknom a korrekció cselekedeteinek megfelelően. És nyilván ezt a barátaim között teszem meg a teremtőnek az engedélyével és jelenlétével. És nyilván az a reformáló fényre szükségem van ahhoz, hogy ezt végrehajtsa köztünk, ezt a korrekciót, és akkor elérek oda, hogy a kabala írásainak a segítségével is, tehát olyan embereknek az írásai keresztül, akik elérték már ezt, de minden, amit ők írtak, például Bála Szolám el is magyarázza ezt nekünk a 10 féle tanulmányok bevezetőjében, nem tudom melyik pontjában, hogy nem minden forrásunk, csak az igazi írások azonosak azzal a reformáló fénnyel. Tehát nem mindegyik tudja. Van, amelyik erősebb fényt továbbít hozzánk, van, amelyik gyengébb fényt továbbít hozzánk. És a nekünk, amin keresztül kell menni, nyilván a kabala írásaival kell keresztül mennünk, mert csak ez tud megadni nekünk az elegendő reformáló fényt. Nem azért, mert a Gemara meg a Misna vagy a Biblia nem ad erre elegendő dolgot, lényegtelen, hogy melyikről beszélek. Nem azért, mert abban nincs erő, ott van az erő. Azonban mi vagyunk túl gyengék, hogy ezt az erőt meg tudjuk ragadni. Ez az erő nem nekünk segít, mi nekünk olyasmire van szükségünk. Tehát, mint a antibiotikum, tehát mindig egy újabb, erősebb és erősebb antibiotikumot kell beraknunk, mert különben a szervezet, meg a bacillus már megszokta. Tehát régen elég volt egy kis füvet adni az embernek, és meggyógyult, ma pedig vénás infúziót kell adni, és nem történik semmi. Tehát ugyanezt történik velünk. Tehát mi egy olyan állapotban vagyunk, annyira nagy az egónk, hogy arra van szükségünk, nagyon erős gyógyszerre van szükségünk, és ezért Bála Szolám elmagyarázza világosan a 10 féle tanulmányának bevezetőjében, hogy hol lehet ezt az erős gyógyszert megtalálni. Én nem, azt hiszem a 22-es pontban, már közben a srácok megtalálták, ezt mondták Ravnak. Tehát nekünk a kabala írásainak olvasását elő kell készítenünk, és ezeken keresztül a kabalisták pontosan a mi időnkhöz szólnak, és ezért mondjuk azt, hogy Balázs és Bálhát Szolám azok a források, amin keresztül el tudunk jutni a módszerhez is, és a tanulás maga megadja azt az erőt, ami korrigál bennünket. És akkor most az Zohárnak egy másik részére fogunk átmenni, ami a Kitisza fejledet, ami ez a 21-es ponttól fogjuk olvasni. A cikknek a címe az, hogy a számüzet is folytatódik. Ezt olvassuk tovább. Láthatjuk, hogy csak az erősek, akik erősek a világban, azaz a nemzeten belül, akik felismerik azt, hogy a számüzet is folytatódik, és Dávid fiai még mindig nem jutottak el teljes egészében ehhez.
És akkor mi az, ami Izraelt szenvedésbe viszi ebben a számvezetésben? Az összes ígéret, amit a Teremtő megígért nekik, ez visz őket számvezetésbe. Tehát ők belépnek a zsinagógába és a jesivába, és látják az összes összegyűjtését a szent könyveknek, és a szívükben boldogok, és boldogon szenvednek mindattól, ami rájuk zúdul. És ez nem azért lesz, mert ők ne... És nem azért történik mindez, mert képtelenek ellenállni ennek. 22-es. Minden a bűnbocsánattól függ, a bűnbánattól. Tehát, ez, tehát minden bűnbocsánat együtt éri a legtöbbet, mert írva van. Ez az, amikor minden dolog újra rátok ereszkedik, és írva van az is, hogy ezeket az elmétekbe kell idézni, hogy a világ összes nemzete tudja azt, hogy az Úr a ti uratok megállt benneteket majd, és az is írva van, hogy térjetek vissza az Istenetekhez, a ti uratokhoz, és akkor az, aki megállt benneteket egészen az egek végéről, ő fog benneteket újra összegyűjteni, és mielőtt ezek a dolgok megvalósulnának, ez nem történt meg azelőtt, mielőtt mi bűnbocsánatot nem gyakorolnánk. 23-as pont. Ó, mennyire te vezeted, Uram, a számvezetés gyermekeinek összes útját, és nem adod meg nekik a lehetőséget, hogy a megváltás nélkül képesek legyenek minden egyes generációban nem szenvedni a számvezetésből, attól, hogy nem nyerik el a jutalmat, és nem nyerték el a Tórának a megszerzését, és el kell keveredniük a többi nemzet között. 24-es pont. Ne feledkezzetek el a szándékról, a szándék magyarabb. Ahogy egy terhes asszony közeledik a születés időpontjához, szülés időpontjához, ő egyre jobban fájdalmat égez és sír a születési fájdalmaktól. Ugyanígy a terhes nőnek a fájdalma 9 hónapig tart tulajdonképpen, azonban csak nagyon kevesen vannak a világban azok, akik 2-3 nap alatt mennek át a 9 hónap fájdalmán, amikor minden egyes fájdalom, egy terhes nőnek a fájdalma, a 9 hónapi fájdalmát 2 nap alatt megéli. És ezért azok a kevesek, akik egyetlen nap alatt átmennek a 9 hónapon, tekintetők úgy, hogy a 9 hónap keresztül haladt rajtuk. Ez a számvezetésre vonatkozik, és a megváltásra, ugye? A születés, a megváltás. Tehát ez Izrael, mivel ő megízlelte a számvezetésnek az ízét, és bűnbocsánatnyának ez úgy tekinthető, hogy ők megtapasztalták az összes bajokat, amelyek írva voltak a Tórában, különösen azokat, amelyeket a számvezetés elején kellett elszenvedniük. 25-ös pont. De írva van, hogy azok a szolgálók, akik mindezeket a dolgokat magukra tudták vonni a napok végén, ezek kapják meg a bűnbocsánatot. Na de a Teremtő mennyire megsajnálta Izraelt ezekben a dolgokban? Ez olyan, mint a király, akinek egyetlen egy nagyon mélyen szeretett gyermeke van, és a szeretetéből ő gyakorlatilag odaadta őt a királynőnek, az anyjának, hogy tanítsa őt meg mindenre a helyes módon. És amikor a fiú bűnt hajt végre az apja szemében, ez az apja először megbünteti, majd megbocsátja a bűnt. Majd újra bűnt követel az apa ellen, és az atya mérges lesz rá, és elűzi a házból. És az fiú elhagyja a házat. 26-os pont. És ahelyett, hogy a helyes irányba menne, és kiérdemelni a megtisztulást, hogy az apja meghallja, és vissza akarja őt fogadni, mit tesz ehelyett? A Teremtő azt mondja, a fia azt mondja, most elhagytam az apám palotáját, innentől kezdve én azt teszek, amit akarok. És mit tett ő? Összekapcsolódott az összes bűnnel, ami kitöltötte őt, és csak ezeket érezte behatároltságnak, hogy a vágyait kielégítse. Az ő anyja azonban, a királynő, minden nap meglátogatta a fiát, és látta, hogy a fia a mélységhez kötötte magát, és ilyen módon elkezdett sírni keserűen a fia miatt. 27-es pont. Egy nap azonban jött a király, a fia felé ereszkedett, és
Ja, nem, az anyja fele ereszkedett, és látta, hogy ő sír. És akkor ő mondta, hogy ne sírnék, amikor a fiam ki van űzve a palotából. Nem ülhet a király palotájában, hanem kinn ül az istálóban. És akkor a király azt mondta, miattad én visszaviszlek, visszahozom őt, azonban valakinek garantálnia kell, hogy ő többet nem hajt végre bűnt. És akkor az anya azt mondta, én természetesen az ő megadom ezt a garanciát, garantálom, hogy nem fog bűnt végrehajtani újra. 28-as pont. A király azt válaszolta, emiatt nem nyitottan kell visszajönnie napközben, hanem szégyenkezve vissza kell osonnia az istálóból. És hogy az én dicsőségem megmaradjon, én az összes hadseregemet, tehát elém fog masírozni, és az összes fegyvert a jobb és a bal kezébe adom, egész addig, amíg minden ember a világnak fel nem lesz rázva, és nem tudják meg azt, hogy ő volt az, aki a királynak a fia. Tehát, mivel ő kitöltötte magát és leválasztódott az én dicsőségemről, ő neki titokban kell visszatérnie, nem lehet, hogy őt felismerjék a tömegek. És a fiú visszatér a palotájához, a királyhoz, aki odaadta őt az anyja kezeibe. Eközben ő bűnt követett el újra, mint előtte, a király pedig kiűzte az anyját is a palotából, és ő azt mondta, mindketten el kell, hogy hagyjátok a palotát, és szenvednetek kell kínok között. És mivel ők együtt szenvedtek, én tudom, hogy a fiam megfelelően el fogja nyerni a bűnbocsánatot. 30-as pont. És ez Izrael. Ők a Szent Király fiai. Őket száműztük Egyiptomba, és mondhatjuk azt, hogy ezzel egy időben nem követtek el többé bűnt, és gyakorlatilag az ítélet miatt kellett már a végén ott maradniuk, amely gyakorlatilag elvitte őket az igazság kiérdemléséhez, és a Teremtő ilyen módon két dolgot hajtott végre, Ábrahám szavait, hogy honnan tudhatom, hogy megkapjuk az örökségünket, amely gyakorlatilag az oka volt az egyiptomi számüzetésnek, és mielőtt ők elhagyták volna Egyiptomot, ők nem voltak nemzet, azonban, mert nem érdemelték ki azt, hogy helyesen nemzetté tudjanak válni. 31-es pont. Ahogy a nem tudom, mi nyílik a tüskék között, a szeretetem a lányok között, és a Teremtő azt akarta, hogy Izrael hasonló legyen ahhoz, ami fent van, és ilyen módon a felső lilium olyan legyen, mint az alsó, a malchut, és ilyen módon a törött lilium jobb, mint az összes lilium, mert az a lilium, amelyik a tüskék között növekszik, az lesz a legszebb lilium, és ennek olyan illata van, amilyennek kell lennie, ezért, és ez 70 párt mutat fel, amely a 70 lélek, és ezeket a tüskék közül kivezeti, az egyiptomiak közül, és ahogy ezek a tüskék megsértik, ezek a párok, ezek valódi ágazatokká növekeznek, és elkezdenek uralkodni a világban. És akkor a lilium hatalmas áldást oszt maga körül. 32-es pont. Mivel a Teremtő azt kívánta, hogy a liliumot kivegyük a tüskék közül, a tüskék kiszáradtak, és lepotyogtak a földre, és törötten hevertek ott, és a semmivel álltak kapcsolatban. Amikor azonban ő összegyűjtötte az összes liliumot, ami azt jelenti, hogy kivezette az elsőszülött fiakat, a király a különböző seregeken belül, miniszterein és uralkodóin keresztül áldást osztott, és ez az elsőszülött számára azt jelentette, hogy visszavezette őt a palotájába, leülhetett a király házába, a király asztalához, úgy, ahogy azt elő volt írva. 33-as. Mivel ő bűnt követett el az apja ellen, meg kellett közvetlenül az apját, és meg kellett követnie, és azt kellett mondani, hogy Uram, tudom, hogy a haragod Izrael ellen felkelt,
és ennek ellenére tudom, hogy az ellenségeink keresztül vezetted ezt, és a bűn, ahogy az a bűn előtt volt, itt van a bűnös előtted, Uram, és hogy te kimentetted, visszamentetted a házadba Izraelt. Mi az, amit Izrael tett? Ők látták, hogy Babilonban látták a törést, és összekeveredtek a nemzetekkel, azon idegen asszonyokkal háltak, és idegen fiúkat nemzettek. Majd a szent anya, a Malhut, az ő nemes irányításával számítatésbe került velünk, és ilyen módon mi királyfia nevelkedtünk az Erámpinnál. 34-es pont. És ezáltal a teremtő azt mondta nekik, ez volt a ti szégyenetek, és a fiúnak magának kell visszatérnie hozzám, mivel ő megtörte az én dicsőségemet, nem érdemelte ki azt a csodát, hogy ahogy ezt én előtte kivezettem őt mindenhonnan, ezért segítség nélkül kell visszatérnie hozzám, minden csoda és varázslat nélkül, elutasítva mindent, ami szegény, és vissza kell térnie szégyenkezve a király palotájába, és a szent anya, a Malhut, az ő garanciáját adja neki. 35-ös pont. Azonban ő bűnt követett el, mint korábban. És akkor a teremtő száműzte a fiát, mint ezt megelőzően, és az anyját is száműzte vele, és mondta. Ezért az anya és a fia együtt fognak szenvedni, ahogy az írva van, hogy a te bűnöd az anyáddal messzire hajít benneteket, és ahogy írva van, ezek egészen a napok végezetéig együtt kell szolgálnotok egymást, és ilyen módon a napok végezetén a Szent Anya, a Malhut, amely a 10 firának az utolsó pontja, a vége, ezek végig szenvedik a teljes száműzetést. 36-os pont. És amikor ők megváltásra kerülnek, még a leggonoszabbak is, amelyek együtt szenvednek, úgy, ahogy ők keresztül mentek minden szenvedésen a számvezetésnek. Ha nem, akkor nem kapnak bűnbocsánatot, és várniuk kell addig, amíg el nem jönnek a végnapjai, és az összes generáció vége, és ahogy írva van, ők folyamatosan a saját generációkon túl szenvedniük kell az utolsó generációig, amely elér a végig. És mégis a bűnbocsánat ezen a dolgon múlik, és addig, amíg ez nem történik meg, a számüzetés folytatódik. Van valami, amit hozzá szeretnék tenni? Nem nagyon van idő erre, mondja Rav. Tehát tegyetek hozzá, de nincs idő. Oké, mondja Rav. Akkor menjünk a lecke következő részére.